Sziasztok! Mai napon meg fogjuk nézni a boléro lépését. Ugye a boléro egy felezés. Mutatom is. Először lépünk egy alaplépést balra. 5, 6, 7, 8 és 1, 2, 3, 4 és 5, 6, 7, 8. Ugye az előbb említettem, hogy a boléro egy felezés. Bal, pont, jobb, pont, bal, pont, jobb, pont. Mutatom. 1, 2, 3, 4 és 5, 6, 7, 8. Ha az irányokat nézzük, ugye nyilván ez egy, mintha egy lépcsőpont lépés lenne. Ha az irányokat nézzük, akkor megyek először balra diagonálba, hogy 1, 2, jobb diagonál, 3, 4, vissza bal hátra diagonál, hogy 5, 6, és vissza bal basic pozícióba, vagy 7, 8. Még egyszer. 1, 2, 3, 4 és 5, 6, 7, 8. Annyira figyeljetek, és amit már sajnos én is láttam tanároktól is, hogy belepattognak. Mutatom, hogy hogy néz ki. 1, 2, 3, 4 és 5, 6, 7, 8. Hát ez nyilván nem szép, nem is nőies, nem is pasis, úgyhogy ezt légy, felejtsétek el. Mert ilyen nincsen. Ugye az energia, a lépésem az mindig lefele történik a földbe, és nem pedig pattogok föl és le, mert attól nem lesz szép a mozgásom, nem azt mondja, mert szép, csúnya lesz tőle a mozgásom. Úgyhogy légy erre figyeljetek. A balérónál még különösképpen, főleg a lányoknak, én annyit szoktam belerakni mindig a lépésembe, hogy mindig a belső talpélemet húzom, ami azt jelenti, hogy kiléptem ugye a ballal, és a jobbal nem csak mellé pontozok, hanem a jobbal, a jobb lábamat, jobban a belső talpélét húzom be magamhoz. Ugye megyek jobbra diagonálba, hogy há, megint húzom a belső talpélet, és 5, megint húzom, hogy 6, és 7, 8. Még egyszer, és 1, 2, 3, 4 és 5, 6, még egyszer, és 1, 2, 3, 4 és 5, 6, 7, 8. Mi ezt nevezzük bolérónak. Tudom, hogy valakik felezésnek, nyilván mindenki máshogy. Ezt úgy hívják, hogy boléro, jó? Ez fontos. Fiúknak is ajánlott az, hogy húzzák a lábukat, de talán ennyire nem kell odafigyelni, hogy tényleg a spic legyen meg, és hogy hú, de húzzam a belső tapet. Ennyire nem kell odafigyelni erre, viszont nyilván legyen a katonás lépés, meg az az ugrálás, meg a rugózás felé sem, mert ilyen tényleg nincs, az egész táncban nincs ilyen, úgyhogy kérlek, ezt ne csináljátok, jó? Köszi. Na még egyszer. És egy. Fiúk, nézzétek, épp ugyanúgy behúzod a lábad, és mellé pontozol. 3, 4 és 5, 6, 7, 8. Mutatom számban is egyszer. 5, boléro, 5, 6, 7, 8, és 1, 2, 3, 4 és 5, 6, 7, 8. Jó? Annyira nem volt szerintem nehéz, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok. Ha lenne kérdésetek, akkor léci-léci kérdezzetek, ez nagyon-nagyon fontos. És ami még fontos, hogy az egész tánc alatt, amikor akár egyedül táncolsz otthon, mert most nyilván otthon vagyunk, egyedül táncolsz otthon, vagy buliban, bárhol, a testtartás az rettentő fontos, mert sajnos én is gyakran találkozom olyan fiúkkal, mondjuk táncolunk, és az egész a fiú az egész súlyát az én derekamra helyezi rá. Ugye úgy, hogy így néz ki, így táncol velem, és ezáltal ugye a lányra kerül a fiúnak a súlya. És nyilván ez fordítva is igaz, amikor a lány így táncol a fiúval, akkor a fiú cipeli úgymond az egész súlyát. Fiúk, lányok, mindenki a saját súlyát tartja. Mindig ugye lapockát lezárom, kicsit meg te valad, lapockát lezárom, ugye a csípőm nem itt van kint, ez főleg annyi lányoknak, hanem magam alatt van mindig, erre nagyon figyeljetek, így tartom benn magam alatt, és tánc alatt a saját súlyomat tartom, és nem pedig rá vagyok támaszkodva a fiúra, vagy a fiú van rám támaszkodva. Mondjuk nézzünk egy teljesen egyszerű példát, amikor ugye ő dönt, a döntésnél is ugye tartom a saját súlyomat mindig, nem kell beledőlni a földig, ha tudod, hanem nem kell, de itt is tartsatok a saját súlyotokat, jó? Az csak egy ilyen kiegészítés volt, erre figyeljetek oda, és köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!